Sziasztok, srácok, itt vagyunk egy következő videóban, és folytatjuk a Premier League bontását, már széria hiány, de ez is egy nagyon szép, nagyon jó széria, szerintem nekem legalábbis nagyon bejön. És a mai videóban Golden Bollerekre fogunk vadászni, hiszen azért ott is össze kellene gyűjteni az 50 csomagonként gyűjthető ritka kártyákat, illetve az Invincible Plus-ba. Eddig két Golden Boller sikerült nyitni, reméljük ez a mai videóban megváltozik. Ehhez el is hoztam 20 csomagot, itt ki is folyik a képből, de le is számolhatjuk, hogy sikerült-e 20-at kivennem a dobozból. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tehát megvan a 10-10 pakk erre a jó kis vadászatra. Csak itt közben lealkítom az órámat, hogy egyetlen egy messenger értesítése zavarjon meg minket itt a gyönyörű aranylapok kinyitásában. Úgyhogy srácok, én azt mondom, hogy bontsuk is az első stócot, ami mondjuk legyen ez. Ezt ide félrehúzom, és nézzük is, hogy mégis mit ad nekünk a Panini, mennyire jó fej. Netán aláírt limitált kártyát is adogat, bár sima csomagból is biztos van rá esély, csak nem tudom, hogy mennyi, ugye a limitáltak azok lehetnek aláírtak is. Az első pakk azért elég szolid lett, bár volt két csillogó, úgyhogy nézzük is a másodikat. Kódos lapot félretesszük, ugyanúgy logó, ugyanúgy egy csillogos, és jönnek is a teammate kártyák. Hát remélem, hogy sikeres lesz a mai vadászat, hiszen szeretném tovább bővíteni a Golden Baller gyűjteményemet. A héten megnézzünk két display dobozt, utána jövő héten már meg is nézzük, hogy hogy áll az album, bár könnyen lehet, hogy csak Golden Ballerök fognak hiányozni, meg hát nyilván a legendákat szeretném az összeset kigyűjteni, aláírt sima, vagy éppen digitális aláírt formában. Úgyhogy itt nagyon belelendülünk a Premier League gyűjtésbe, toljuk neki 1000-rel, és nyitunk is egy Jorginho-t, alatta még egy Dynamo, Brandhill, és jön a másik négy, és hát jön a négy alapkártya, ugye az első kettő csillogósú volt. Hát eddig nem nagyon akar beadni semmit sem, aztán majd valamikor megnézzük a minifém dobozokat is, mind a négyet, sőt többet tervezek bontani, így a csatornához hülyen nagyobb bontást legyen a termékekből, meg majd blisterből is szeretnék még többet, mint a tegnapi kettő. Végre Future Star, amúgy ezek a Future Star kártyák, azt vettem észre, hogy nem valami gyakoriak. Nekem is eddig csak kettőt sikerült kibontani, pedig már nagyon sokat bontottam, rettentő sokat sikerült bontanom. De hát, ha jön még Future Stars kártya, Powerhouse és Playmaker mindenképpen, és utána Coutinho-ig, Building, illetve Minks még a végén. Közben már itt a szemét kezd betolakodni a videóba. Na de, menjünk tovább a következő pakra. És nézzük, hogy itt jön egy Brighton logó, illetve még egy Powerhouse kill, mert nem most nyitottuk? De... azért mondom, olyan ismerős volt, mint az előző pakban lett volna benne. Hát ez van, ilyen is előfordulhat, sajnos, amikor annyira nem kegyes hozzánk a nyitási szerencse. Na, Adrenalin Rush, mondjuk ez a kék dizájn elég szép, és van még egy Precision Benrahma, utána Ederson, egy Calvert-Lewin, egy Scamacca, illetve még egy Bernardo Silva. Mindjárt elfogyasztjuk az első 10 csomagot, bár azért ilyen 6 kártyás pakkokat elég gyorsan ki lehet bontani, ugye? És nyitunk is egy Workless, aztán egy Fire Sancho-t, utána egy Robinson, Arnold, Feltman, illetve még egy McKenna. Na nézzük, hogy az utolsó pakban, legalábbis itt az utolsó, most az első 10-es tócból az utolsó pakban pontosabban, ad-e Golden Ballert a Panini. Hát egy Ice Zinchenkót mindenképpen, illetve egy José Sá Top Keepert is. Úgyhogy eddig nem nyitunk olyan nagyokat, mármint hogy nyilván az Adrenirás, meg ott a Future Star Ice az azért elég jó nyitás. De hát nem erre utazunk ebben a videóban, ugye? És még van 10 pak, reméljük ezekből azért jönni fog valami érdekes, hát legenda kártya, hiszen azt mindenképpen lehet nyitni. De ugye displayenként vagy egy Limited, vagy egy Excellence is van, és vettem ki két csomagot egy új bontatlan displayből, úgyhogy hátha az a két pak, az kisegít minket. Liverpool logó, alatta Dynamo Clark, egy Sensi, egy Hughes, Johnstones, illetve egy Lemina a Wolverhamptonból. Menjünk is át a következőre. Na,
egy-kettő nehezen akar kinyílni, ott mindig elhiszem, hogy valami nagyon durva alap jön. United logo, egy Martinez topkeeper, Coutinho, Emerson Royal, Perisic, illetve Kevin de Bruyne. Hát kezdek félni, srácok, kezdek félni, megmondom őszintén. Hát nem ilyen vadászat az, hogy nem jön össze. Hát mit fogunk enni? Höjbjer kolosszus, alatta pedig egy Fire Sancho újra, de hát ezt a Fire Sancho-t pár pakkal ezelőtt nyitottuk, úgyhogy jönnek a duplák rendesen, bár ugye ennél a szériánál alapból ekkora mennyiségnél már simán belefut az ember, de a Premier League-nél azt vettem észre, hogy még nehezebb kigyűjteni az egészet, mondjuk így legalább megvan a rendes gyűjtés élménye is, hogy nem az van, hogy vesz az ember 5 csomagot és megvan a teljes széria. Na, következő pak. Egy Tottenham logó, alatt a line-up, és ebbe csak egy csillogós volt. Azt a mindenit, ez eddig a legeslegrosszabb csomag az egész videóban, és nincs már sok hátra, szám szerint 5 darab. Ajajajajajaj. Na most már baj van. Bruno Fernandes, aztán Game Changer, Walker, Burn, van még egy Lemina, illetve egy Wilson. Következő pak. Kérlek, hát valamelyik adjon be már egy Golden Baller. Burnley logó, aztán egy Tarkovsky, Freeman, McNeil, van még itt egy Kilman, illetve Bruno Fernandes. 3 pak van hátra, srácok. Hát az nem sok. És egy Ariel Ice van itt, Pinnock, aztán egy Pacueta, itt még lesz egy 3 csillogós a pakban, na legalább ez királyság, Diego Carlos, aztán Madueke, egy Thiago, illetve egy Julián Álvarez. Utolsó előtti pakk az egész videóban. Na ez most nagyon furán nyílik. Jézusom, alig tudom kiszedni a kártyákat. Ultrasonic Modric, és megint csak egy csillogos. Ne csináld velem, Panini. Miért csak egy csillogos? Az utolsó pakkot fogjuk kinyitni. Hűha! És nem fog jönni, hiszen van Playmaker, illetve Game Changer. Nem, egyáltalán nem adja be. Hát ez hihetetlen. Azt hittem azért 20 pakkból. Tudom, hogy 50 csomagonként lehet nyitni, de azt hittem, hogy azért 20 csomagból itt sikerül valami nagyon durva kártyát nyitni. Na majd a héten a dupla display bontásnál biztos, hogy lesz 2 durva kártya. Viszont ugye minden display van egy limited vagy egy excellence kártya. Tehát srácok, ez lett volna ez a mai videó. Holnap találkozunk egy következőben. Szintén hát egész héten Premier League-et bontunk. Sőt, szerintem addig, ameddig nem jön egy új széria még, amit így lehet gyűjteni. Úgyhogy srácok, ha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg. És találkozunk holnap, addig is legyetek jók. Sziasztok!